Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honatrid részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Baltatusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Baltatusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, én ezt már el is kezdtem. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Ha valakinek ez nem tetszik, a végén vissza tudunk magázódni. De most jó messzire vagyunk, most nem kell magázódni. A PP állati foglalkozásom eredendően vasesztergályos voltam. Hát az nem sokáig ment. Hamar kiderült, hogy nem vagyok alkalmas ilyen munkákra. Utána még vagy 10-20 szakmába kipróbáltam magam, és utána kezdődött el a spirituális úton, köszönöm, 2007-ben. Ott is jól belemerítkeztünk a témába, megismertünk mindenféle magyar előadókat. Egy idő után már nem akartam senkit megismerni, abba hagytam az egészet, és akkor jött Szedlacsik Miklós és az ő tanításai, amik által bizony elég sok pozitív változás indult be az én életünkbe, ami még most is tart. A családi helyzetem, mellettem áll a feleségem, és van egy 14 éves kislányunk. Hát igen, ebből már beleismerítkeztem kicsit a Nyílt Akadémiát tanulni, azért kezdtem el, mert érdekes volt számomra, hogy eleve interneten van lehetőség nézni és hallani az egészet, és kapcsolatot tartani, az nekem 7 évvel ezelőtt még azért eléggé nagy újdonság volt. Most már ugye ez nem újdonság a mai világban, de óriási rugalmasságot adhat a fejlődéshez az, hogy interneten keresztül is meg lehet oldani mindent. Tekersz egy picikét rajta? És ugye a Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által bizony mindenkinek lehetősége van az egész éles stílusát megváltoztatni, és ez a fontos. Mert hiába tanulunk dolgokat könyvekből, vagy hallgatunk, nézünk előadókat, és úgy de jó, hogy ő él meg, amit csinál. Ha nem tesszük magunkévá, ugyanott maradunk, ahol voltunk. És hogyha ugyanazt csináljuk nap, mint nap, akkor mindig ugyanaz lesz, ami eddig volt. Az meg nem vezet sehova igazából. Az én foglalkozásom a PPH előtt, civil foglalkozásom, én kereskedelmét végeztem. Ma már viszont én is a PPH tanulói csapat szervezése a fő tevékenységem. Tehát ebben foglalkozom, mint ahogy páram mondta, Gyulán élünk. Házasságban van egy kislányunk. Én már most már 8. éve, hogy itt tanulok a Nyílt Akadémiánál. Először a párom kezdte el a tanulást. Én nem csatlakoztam, mert nagyon sok helyen voltunk, nagyon sok fele. És igazából nekem voltak olyan életterületeim, amiben nem éreztem magam jól. Nem éreztem azt a boldogságot, amire mindig is vágytam, hogy ebben az életben megkapjam. És hiába mentünk képzésekre, nem volt megfelelő módszerünk, amivel helyre tudnám hozni ezeket a dolgokat. És mivel nekem volt lehetőségem belehallgatni a képzésekbe, mivel ugye a párom hamarabb kezdte, akkor én 4 hónap után kezdtem azt látni, hogy ez az a hely, ahol megkapom azokat a módszereket, amivel helyre tudom tenni az életemnek azokat a területeit, amivel problémáim voltak. Ezt ide sorolhatom a párkapcsolatom, a pénzzel való bánásmódom, akár a családom, a munkám, tehát minden, ami az életünkben benne van. Itt megkaptam rá a módszert, és olyan módszert, amit tudok használni a hétköznapokban. Tehát be tudjuk építeni az életünkben. És a másik pedig az, ami engem nagyon megfogott, a alapító, a mesterünk Szedlacsik Miklós, aki számomra egy hiteles ember. Nekem nagyon fontos, hogy amit tanít, ő úgy él. Tehát hiteles ember, mester. És mint ahogy mondtam, most már 8. éve, hogy itt tanulunk, és ha azt nézzük, az igazából
nem is olyan nagy idő, és nekünk a 8 év alatt, sőt még kevesebbet is mondhatok, mert hamarabb elértük azt a boldogságot, amire vágytunk. És egyre boldogabb életet tudunk élni, és ennél fontosabb szerintem nincs, hogy boldogságban éljünk. Hogy tényleg amiért lejöttünk ide, azt valóban be tudjuk teljesíteni. És ehhez, ha nincsen megfelelő tudásunk, ez nem fog működni. Ez bármennyire is próbáltam, amikor voltunk így képzéseken, és motiváltak minket, és akkor, hogy föl voltam dobodva, és úgy éreztem, hogy itt van az, hogy menni fog, most már működni fog, és nem működött. Tehát a mai világban főleg, amilyen elnyomást kapunk, ha nincs megfelelő tudásunk, nincs meg a lelki fejlődésünk, akkor ugyanolyan elnyomás alatt tudjuk élni az életünket tovább. Uh-huh. Úgyhogy én itt megkaptam, és folyamatosan megkapjuk azt a tudást, azokat a módszereket, amivel valóban egy boldog életet tudunk élni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk az egyetlen olyan személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. A vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világ alakulásával? Milyen szépen alakult az elmúlt 2,5 év? Negatív lett. Uh-huh. És mi várható szerintetek a jövőben? Tehát nekem úgy tűnik, mintha az emberek megpróbálnának ugyanolyan életet élni, mint eddig. Nem? Tehát, mint mondjuk a 2020 előtti életet. És az emberek nagyon nagy része megpróbál ugyanolyan életet élni, mint 2020 előtt. És miért probléma az, hogy megpróbálnak olyan életet élni? Hát nagyon egyszerű, mert egy olyan világhelyzet van, nem a háborúnak köszönhetően. Hát ezt felejtsük el. Mármint abból a szempontból, hogy amiatt van ez a probléma. A háború az a nem résztvevő országoknak, akik esetleg exportálnak a háború sújtotta országba különböző dolgokat, azoknak kifejezetten jó biznisz. De szó szerint. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, nem tudom, tudjátok-e, mikor nőtt a legnagyobb mértékben. Mikor volt a legnagyobb gazdasági növekedés az USA-nak.
Azt mondja, felsorolom, jó? Első világháború, második világháború, koreai háború, vietnámi háború, akármilyen hihetetlen, képzeljétek el. Ez a négy háború. De ezt, hogyha valaki esetleg emlékszik a történelmi tanulmányaimra az én időszakomban, nem hiszem, hogy később ezt tanították, de az én időszakomban ez a tankönyvünkben benne volt. Képzeljétek el. Tehát én ezt még gyerekkoromban tanultam ezt, és ez tényleg így volt. Tehát az USA-nak a legnagyobb gazdasági növekedése ebben a négy időszakban volt. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a háborúból országok hasznot szoktak húzni. Az nem rossz az országoknak, ha egy másik országban háborúznak. Az gazdaságilag akármilyen hihetetlen, az kifejezetten jó. Miért? Mert egy gondold be, minél nagyobb ország háborúzik, annál inkább ugye szüksége van importra. Miért van szüksége? Hát mert a háború miatt megáll a belső termelés. Mind élelmiszer, mind egyéb termelés megáll. És ami azt jelenti, hogy az országnak importra van szüksége. Oké? Sőt, utána azt az országot hát fel kell újítani. Az megint egy csomó hasznot hoz, majd egy csomó országnak. Tehát akkor miről beszélünk? Milyen veszteségekről? Tehát azt gondolják, tehát azt hitetik el az emberekkel, hogy azért van a gazdasági válság, mert Ukrajnában háború van. Na most én csak mondanám, Kanadában is van gazdasági válság, Kanadában vannak tanulóink. Amerikai Egyesült Államokban is van gazdasági válság, ugyanis ott is vannak tanulóink, és beszámolnak erről. Sőt, ha megnézed a sajtót, érted, a médiát, a világ sajtót, akkor olvashatsz benne, hogy az Amerikai Egyesült Államokban kb. 10%-os gazdasági visszaesés van, gazdasági válság van, pénzromlás van, stb. Infláció magyarul van, értitek? Tehát az azt jelenti, hogy sőt, már meg is haladta a 10%-ot. Na most, mi köze az Amerikai Egyesült Államoknak Ukrajna és Oroszország háborújához? Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy valaki elhiszi, hogy azért van gazdasági válsága világban, mert Ukrajnában háborúznak, hát gondold végig, hány háború volt a második világháború óta, és volt gazdasági válság abból kifolyólag a világban? Ha volt vietnámi háború, koreai háború, volt ugye az iraki háború, afganisztáni háború, csak így ilyen nagyobbakról beszélünk, érted? És hol volt ebből gazdasági válság a világban? Miért van gazdasági válság? Nagyon egyszerű. Azért van gazdasági válság, mert a népesség demográfiailag megváltozott, ami azt jelenti, hogy előregedett a népesség, és sokkal kevesebb gyerek születik, nem Afrikában, nem Ázsiában, hanem Európában és Észak-Amerikában. Hol van a gazdasági válság? Európában és Észak-Amerikában. Miért? Hát ezt 90-es évektől mondom azt, hogy óriási gazdasági problémát fog okozni a demográfiai átalakulás. Ami azt jelenti, hogy régen sok volt a dolgozó és kevés volt az eltartott. Most kevés a dolgozó és sok az eltartott. És miből tartják el az eltartottakat? Oké? Okay. Miből? Hitelből. Miből fizetik a nyugdíjakat részben? Hitelből. Miből fizetik a segélyeket részben? Hitelből. Érted? Az államok. Ami azt jelenti, hogy nem csak itt, hanem szerte egész Nyugat-Európában, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat és Kanadát. Érted? Tehát Észak-Amerikát. Tehát minden olyan országban, sőt beleértve Japánt is, minden olyan országban, ahol világháborúban érintett ország van,
ugye szinte teljes Európa, Észak-Amerika és Japán, mindenütt volt egy népességrobbanás nemzedéke a háború után, és ez a népességrobbanás nemzedéke, ez most megy nyugdíjba. Már nem most kezdett el nyugdíjba menni, de még teljes egészében meddig tartott a népességrobbanás nemzedéke? Olyan 58-59-ig. Oké, tehát 45-től 58-59-ig rengeteg gyerek született. Oké, és az azt jelenti, hogy alig voltak nyugdíjasok, akiket el kellett tartani ennek a rengeteg gyereknek. Milyen eltartás? Ha valaki nincs tisztában ezzel a kérdéssel, az egész világon a nyugdíjrendszer az a felosztó, kirovó rendszerre épül. Ami azt jelenti, hogy amit beszednek egyik hónapban, azt a következő hónapban kifizetik nyugdíjra, meg segélyekre. Világos ez? És itt az addig működött ez a rendszer, ameddig sok volt a dolgozó, és ezáltal sok volt a befizetés, és kevés volt a nyugdíjas, kevés volt a kifizetés. De mivel a népességrobbanás nemzedéke folyamatosan megy nyugdíjba, ezáltal ez az egész megfordult, és a 60-as évektől visszaesett a gyerekek születésének a száma. A nagy mértékben. Tehát az azt jelenti, hogy divat lett az egy-két gyerek. Előtte pedig 3-4 gyerekek voltak átlagosan. Érted? És a 3-4 gyerek, ahogy felnőtt, azok tartották el, ugye a viszonylag múltból származó kevés nyugdíjas. Miért volt kevés nyugdíjas? Nagyon egyszerű. A két világháború, főleg az első világháború megtizedelte a férfiakat. Miért mondom, hogy főleg? Mert azok, akik akkor meghaltak, fiatalon, katonaként, azok nem lettek nyugdíjasok. Logikus, nem? Sőt, akik meghaltak a második világháborúban, az is főleg férfiak, azok se lettek nyugdíjasok. Oké? De azok mikor mentek volna el nyugdíjba? Ugye mondjuk 20 évesen, 30 évesen voltak katonák, rá 30-40 évre, érted? Azt számolt ki, 70-es években mentek volna el nyugdíjba. Azokat se kellett eltartani. De azok, akik 45 és 59 között születtek, azok számolt ki, 34, azt mondja, hogy 40, tehát akkor születtek, akkor arra adják hozzá 60-70 évet, mert vannak olyan országokkal, a 60 év a nyugdíjkorhatár, van ahol 65, van ahol 70, és természetesen e közt. Tehát hozzáadsz 60-70 évet a 45 és 60 59 közötti időszakhoz, hogy nagyon egyszerűen ki tudod számolni, hogy a népességrobbanás nemzedéke az a 3-4 gyerek, az mikor átlagosan, több mint 3 gyerek átlagosan, tehát azért mondom, hogy 3-4 gyerek, mert 3 egész valamennyi tizedre jött ki, az mikor megy el nyugdíjba? Hát nagyon egyszerű, akik a 40-es években születtek, hát azok már elmentek nyugdíjba. Érted? Hát azok már elmentek nyugdíjba. Akik az 50-es években most mennek nyugdíjba. Érted? Logikus. És ez előre látható volt. Ami azt jelenti, hogy gazdasági szakemberek már a 90-es években tárgyaltak erről, hogy hogy lesz ez megoldva. Sehogy. Tudjátok, mire jutottak? Nem lehet megoldani. Egyféleképpen lehetne megoldani. Úgy, hogy a nyugdíjkorhatárt folyamatosan emelik. Érted? Így lehetne megoldani, hogy nem 60, meg 55, mint régen, mert 55-60 éves korban mentek nyugdíjba, de hát alig mentek nyugdíjba emberek. Hát legtöbb ember meg se érte a nyugdíjkorhatárt. Most pedig röhögve megélik a nyugdíjkor, az 55-60 évet az emberek. Nem csak annyit, hanem jóval többet. Akkor az átlag életkor, nem, a maximális, tehát az átlagos, hogy mikor haltak meg, az 60 év volt, most majdnem 80. Érted? Majdnem 80. Az elmúlt 50 évben 20 évet nőtt
az, hogy mikor halnak meg az emberek átlagosan, és beleértve úgy majdnem 80 év az a halálozás, nem az átlag életkor, hanem a halálozás, átlag halálozás majdnem 80 év, hogy van, aki gyerekkorában hal meg, van, aki mit tudom, 20 évesen, vagy meghal balesetben 30 évesen, akkor is átlagosan. Most gondold végig, aki gyakorlatilag megéli a 70 évet, vagy a 60 évet, vagy a 65-öt, az már nagy valószínűséggel 80-85 éves korában fog meghalni. Érted? És ez látható volt a 90-es évektől. Én 90-es években már ezt pontosan tudtam, mert önkéntes nyugdíjpénztár elnök voltam, ahol pont demográfiával is kellett foglalkozni. Érted? Avval, hogy kiszámoljuk, hogy mennyien fognak nyugdíjba menni, hogy mennyi pénzzel kell rendelkezni adott időszakban, mikor az emberek majd nyugdíjba mennek, a nyugdíjpénztárnak. Érted? Mennyit kell majd kifizetni a nyugdíjpénztárnak, hogy ki tudja fizetni, rentábilis legyen, tehát magyarul arra az időszakra fel lehessen szabadítani majd tőkét. Tehát nekem ilyennel foglalkozni kellett akkor a 90-es években. Tehát elég jól tisztában vagyok ebben a kérdésben. Magyarországon nyugdíjpénztár elnök nem sok volt. Oké? Én az egyik voltam. Lényeg az, még mindig vannak önkéntes nyugdíjpénztárak, nem sok, nem nagy számban, egy pár önkéntes nyugdíjpénztár van az egész országban. Akkor, mikor én voltam önkéntes nyugdíjpénztár elnök, akkor még több volt valamennyivel, tudom én mondjuk háromszor annyi. De ne keverjük össze a magánnyugdíjpénztárt az önkéntes nyugdíjpénztárra. Jó, mert ez két dolog. Nem magánnyugdíjpénztárról beszélek, hanem önkéntes nyugdíjpénztár, amely önkéntes alapon fizetnek az emberek, és nem a nyugdíj intézetben befizetett pénzükről van szó. Világos ez? Na szóval lényeg az, hogy ez egy világ probléma, de ezt kifejezetten, tehát nem a kínaiakat érinti, a kínaiakat tudod mikor fogja érinteni? Amikor bevezették az egy gyerek projektet. Emlékeztek? Mit tudom én, vagy 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt vezették be az egy gyerek projektet Kínában? Mert hogy rengeteg gyerek született. És annak lesz majd egy problematikája, de ez nem most lesz, hanem majd még sok év múlva. Tehát, de Európában és Észak-Amerikában pontosan tudni lehetett, tehát egész Észak-Amerikára vonatkozóan, pontosan, és Japánra vonatkozóan, Japánnak is ugyanez a problémája. Érted? Ugyanez a problémája, hogy volt egy népességrobbanás nemzedéke, és az a népességrobbanás nemzedéke most megy nyugdíjba. Érted? Itt egy kérdés volt az, hogy ennek a népességrobbanás nemzedékének a problematikáját mikor, meddig tudták kitolni? Ez volt. Már a népesség problémát, tehát ez a népességrobbanás nemzedékének problémája, ez már jelentkezhetett volna a 2010-es évek elején, jelentkezett is 2008-ban. Érted? Már akkor ez a problematika jött, a 2008-as válságot ez idézte elő, érted? És azt mondták, hogy ez egy ingatlan válság, tudod mit jelent? Mondom, a világon, tehát gondolkozzatok egy kicsit, tehát tudjátok mi a probléma a népességrobbanás nemzedékével? Másik probléma nem csak az, hogy nincs pénz kifizetni a nyugdíjakat, a bevételekből nincs pénz, mert van, hitelekből van, de bevételekből nincs pénz. Van egy másik probléma, hogy a világ legnagyobb befektetett összegei, azok nem a bankoknál és a biztosítóknál van, bár ti azt gondoljátok. Meg a legtöbb ember ezt gondolja, hanem a nyugdíjalapokban van. Tehát a világon a legnagyobb befektetett összegekkel a nyugdíjalapok rendelkeznek. Az azt jelenti, hogy gondold bele, milyen irdatlan összegek vannak a nyugdíjalapokban, amikor a fizetésüknek a kb. 10%-át fektették az emberek önkéntes nyugdíjpénztárakba 40 éven keresztül. A nyugati állampolgárokról beszélünk, és a japán állampolgárokról. A nyugati
átlagkereset meg hányszorosa volt a magyarnak? 6-8? Tehát annak a 10%-át számolt csak ki? Szinte egy magyarországi átlagkeresetet fizettek havonta önkéntes nyugdíjpénztárakba, amit úgy hívnak kint, hogy nyugdíjalapok. Tehát önkéntes nyugdíjalapok, és van a magánnyugdíjalapok, amiben a munkáltató fizetett. Érted? A munkáltatók fizettek nyugaton körülbelül még ennél egy kicsit nagyobb összeget. Na most gondold végig, ki lehet számolni, hogy mennyi volt egy, mit tudom, egy amerikai vagy nyugat-európai átlagembernek az átlagkeresete. Én ezt valamikor kiszámoltam. Ki lehet számolni? Ki lehet számolni, hogy átlagosan mennyi volt, nyilván emelkedett, érted? De a vásárlóértéke az nem sokat emelkedett, ugye azt tudjátok, a dollárnak a vásárlóértéke az békafeneke a 50 évvel ezelőttihez képest. Tehát ami azt jelenti, hogy simán ki le lehet átlagolni, hogy mennyi volt az átlagkeresetük, ezt mondom, ki is számoltam, és annak vedd a kb. 20%-át, ami bement 40 éven keresztül nyugdíjalapokba. Micsoda érdetlen összeg az? Az ilyen trillió dollárok. És tudod, mi a probléma a nyugdíjban vonulással? Hogy azokat a pénzeket kiveszik. Hoppá! És tudod, mi ennek a problematikája? Az, hogy nem tudják mivel pótolni, tehát nincs, aki megvegye. Tehát mibe fektetnek a nyugdíjalapok? Elsősorban nem tudom, tudjátok-e? Én tudom. Tőzsde. Másodszorban ingatlan. Mi okozta az ingatlan problémát? Az, hogy a nyugdíj alapokból 2008-ban indult elsősorban a népességrobbanás nyugdíjba vonulása, és azonnal ingatlan problémákat okozott. Érted? Azonnal ingatlan válságot okozott, ami azt jelenti, hogy ki akarták venni az emberek a pénzüket, és ott van ingatlanban, és az ingatlant nem veszik meg, akkor a nyugdíjalap nem tudja kifizetni az embereket. Világos ez? És ezáltal mit kell csinálniuk olyankor? Levinni az ingatlan árát a béka fenekére, hogy el tudják adni. Világos ez? Tehát ott indult az első ilyen problematika, és utána ebből nagy nehezen, hány év alatt, azt mondja, hogy 2008, hát gyakorlatilag 9 év alatt kilábaltak, igen, kilábalt a világ, 9 év alatt volt a kilábalás, és azután ugye jött megint egy gazdasági növekedés, látszólagos gazdasági növekedés, de 2017-ben már látszott, szeptemberben én már láttam, hogy művileg úgy tartják fenn a gazdaságot, művileg úgy tartják fenn magát a gazdaságot, és ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag eltolták a gazdasági válság kirobbanását, és hogy ne legyen nyílt gazdasági válság, ezért valamit ki kellett találni, hogy, mert olyankor, mikor gazdasági válság van, ezt, hogy tisztában legyünk, főleg, ha egy nagy gazdasági válság van, akkor ott zavargások vannak. Tehát a világban a gazdasági válságokkor mindig zavargások voltak. És hogy most ne legyenek zavargások a világban a gazdasági válság miatt, ezért ki kellett találni olyan okokat a gazdasági válságra, ami nem generál zavargásokat. Mik azok, amik nem generálnak zavargásokat? Mondjuk egy vírus. Mondjuk egy háború. Érted? Oké. És rá lehet fogni a vírusra a gazdasági válságot, rá lehet fogni a háborúra a gazdasági válságot, pedig ez egy sem indokolja a gazdasági válságot, a gazdasági válságot ez a két dolog indokolja. Egy, a demográfia átalakulása, kettő,
az, hogy egyszerűen annyi pénzt kell felszabadítani a tőzsdéről a nyugdíjalapoknak, meg az ingatlanokból a nyugdíjalapoknak, hogy senki nincs, aki megvegye azt. Érted? Vagy azért az árért. Világos ez? Tehát azért az árért senki nincs, aki megvegye. Megveszi a bagóért. Érted? Tehát most gondold végig, mit tudom én mondjuk, tételezzük fel a nyugdíjalapok vagyona mondjuk 3 trilliárd dollár. És az azt jelenti, hogy mondjuk abból ki kell fizetni 1 trilliárd dollárt. Csak most mondtam példaként. Érted? De mivel nem tudják eladni azt az 1 trillió dollár részvényt, ezért leértékelik, mit tudom én mondjuk, 500 milliárdra. Érted? 500 milliárdra. És ami azt jelenti, hogy az 500 milliárdot már meg tudják venni, az 1 trilliárdot nem tudják megvenni. Csak most mondtam példaként. És az 500 trilliárdot megveszik, de az emberek fele összeghez jutnak hozzá. Világos ez? Tehát ezt is próbálják megoldani, tudjátok hogy? Csak így meg megrendülnek a bizalmak a nyugdíjalapokra, hogy megígérnek valamit, hogy milyen szolgáltatáshoz lehet hozzájutni majd a nyugdíjalapokba, és közben meg megváltoztatják a szolgáltatást törvényileg. Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, itt Magyarországon is képzeljétek, úgy volt, hogy majd valaki föl akarja venni az összegeket a nyugdíjalapokba, akkor majd a nyugdíjpénztárba, mert úgy náló pénztárnak hívták, vagy hívják, föl akarja venni az összeget, és úgy volt, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári összegeket föl lehet venni egy összegbe. Érted? Egy összegbe. És ezen változtattak. Tehát fogják, mit tudom, és bárhol azt mondják, hogy jó, akkor nem veheted föl egy összegbe, csak havi részletbe. De onnantól kezdve gondold végig, ez egy bizalomvesztés. Az új tagok részére ma azt mondja a szülő, hogy fiam, hát ne fektess már ide be, mert azt ígérték nekünk is, hogy majd egy összegbe befektetetek, azt közben nem vehetem ki, csak havonta. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most egy olyan világ van, hogy mindenre rá lehet fogni, de nem az az ok. Az ok, ez a két dolog. Oké? És ugye ez a gazdasági válság, előre mondom, hogy a lakosság 97%-át fogja érinteni. Tehát a lakosság 97%-a mondjuk 2 éven belül örülni fog, ha él. Oké? A 97%-a. Ugyanis a lakosság 97%-a az nem gondolt a jövőjére. Olyan mértékben, mint kellett volna. Bár a nyugati állampolgárok ebben egy kicsit kivételek, mert ugye azért fektettek nyugdíjpénztárakba, illetve nyugdíjalapokba, hogy gondoskodjanak a jövőjükről. De most gondold végig, mondjuk te számítottál arra, hogy majd, mit tudom én, kapsz mondjuk 1 millió eurót, mikor elmész nyugdíjba, csak most mondtam egy összeget. Érted? 100 ezer eurót, teljesen mindegy, bármit mondhatom, attól függ, mennyit rakod be az illető. Mondjuk legyen 100 ezer euró, az se kis pénz. És akkor amiatt, hogy kiveszik a pénzeket a tőzsdéről, érted, és a tőzsde lemegy, amit tudom én, az a 100 ezer euró helyett mondjuk kap az illető mondjuk 30 ezer eurót. Érted? Az lesz, amiért takarékoskodott mondjuk 40 éven keresztül, érted? Na most ugye, de itt ez a nyugdíj kérdés. De itt nem ez a már elsődleges probléma, hanem az az elsődleges probléma, hogy ugye van egy folyamatos pénzromlás, és a
pénzromlás, infláció azt jelenti, hogy a pénzed vásárló értéke csökken. És éppen most olvastam egy főcímet az egyik híres magyar hírportálnál, mit tudom én melyik, 24 valami, mit tudom én, micsoda, mindegy, ez nem a reklámhelye. Szóval lényeg, hogy az volt a főcím, nem tudom szó szerint idézni, hogy micsoda gazdasági növekedés van Magyarországon. Hát lehet, hogy mit tudom én mondjuk ennek a... Milyen Lőrinc? Mindig elfelejtem. Mészáros. Mészáros, jó? Tehát lehet, hogy ennél a Mészáros Lőrincnél volt gazdasági növekedés, de nem hiszem ott, mert ő is tőzsdézett. És ezáltal ugye neki is vannak anyagi veszteségei, jócskán. Tehát nem valószínű, hogy ugye még ott is. De lehet, hogy egy-két gazdag embernek ugye van további növekedése. De a legtöbb embernek nincsen. Tehát itt olyan problémák lesznek, hogy nem azt mondom, hogy kevesebbet fogsz keresni, csak kevesebbet fogsz tudni rajta vásárolni azon a pénzen. Érted? Tehát ugye az embernek úgy kellene működnie, hogy akármilyen gazdasági helyzet van, akármilyen gazdasági válság, nyilván én azt látom, hogy nem, tehát hazudnak az infláció tekintetében, tehát én ezt látom. Tehát nem azt látom, hogy ténylegesen annyi az infláció, bár képzeljétek, találkoztam egy termékkel, amelyiknek nem emelkedett az ára, sőt valamilyen szinte csökkent. Kameraállványt vettem a minap, képzeld, na az. Mint, úgy emlékszem, mint a régebben ugyanazt az állványt drágában vettem volna. Képzeld el, nem tudom hány ember szokott kameraállványt venni, milyen rendszerességgel. Nem valószínű, hogy olyan sűrűn vásárolnak kameraállványt, mint mondjuk kenyeret, nem? Ugye most az elmúlt fél év alatt, vagy három év alatt mennyit emelkedett a kenyér ára? Háromszoros ára? És akkor azt mondják, Magyarországon van 10% infláció. És élelmiszer, mondj egy olyan élelmiszert, aminek csökkent az ára. Vagy nem emelkedett. Nem tudsz. Érted? De lassan a műszaki terméket se tudsz mondani, aminek nem emelkedett volna lényegesen az ára. Hát itt tudom én, a laptopoknak háromszoros ára lett az elmúlt két évben. Érted? Azt levetítjük éves szintre, hát akkor is tudom én, hány százalékkal drágult éves szinten, érted? Tehát miről beszélünk? Telefonok olcsóbbak lettek? Hát azok se. Hát mostan 1 millió forintos telefonok vannak, érted? Régen már egy 300 ezeres telefon, az már hiperdrága volt. Szóval egy olyan világba érkeztünk, ahol neked gondoskodnod kellene arról, hogy több legyen a bevételed, mint az infláció, illetve a bevételed növekedése nagyobb mértékben legyen, mint a nem bevallott infláció, hanem mint a tényleges infláció. Tehát ami azt jelenti, hogy szerintem most volt egy olyan 40%-os infláció az elmúlt egy évben. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor neked a jövedelmednek mondjuk kellett volna emelkedni mondjuk a 45%-kal. Tehát, hogy ugyanazt a vásárló értéket megkap, mint egy évvel ezelőtt. Érted? Tehát most itt van például ez a rezsi kérdés, érted? Hát most nálunk van ez a rezsicsökkentés, meg ez az üzemanyag, akármi. De ez nem mindenütt van. És ugye most már azért sok embert nem fog érinteni a rezsicsökkentés, mint például eddig. És az nem fog beleszámítani az inflációba. Hát csak így kérdezném, mert az mint hogyha el lenne felejtve, érted? Mint ha az nem lenne. Hát most gondoljátok végig,
ugye az üzemanyag ár az egyik pillanatról felemelkedett, mondjuk 500 forintról, majdnem, hát 700 forintra. Hát az azt jelenti, hogy akkor a fuvarozás is ennyivel megemelkedett. Vagy rosszul gondolom? Hát hogyha többe kerül az üzemanyag a fuvarozóknak, akkor annyiért fognak fuvarozni? Hát nem. Tehát, és ez nem egy 10%-os emelkedés. Hát ez, mit tudom, 500 forintról 700 forintra az 40%-os emelkedés. Érted? Na most 40%-os emelkedés, akkor a fuvarozást gyakorlatilag minden termékben benne van fuvarozás, nem? Minden terméket fuvarozni kell. Különben hogy jut el a vásárlóhoz? És akkor az a 40%-os üzemanyag átcsökkentés van a fuvarozó, vagy növelés van a fuvarozóknak, akkor az nem fogja emelni, vagy nem emeli az árakat, a kereskedelmi árakat? Nem tudom, ki az, aki elhiszi, vagy nem. Jó? Tehát gondoljátok végig, hogy oldod meg azt a kérdést, hogy legyen olyan jövedelmed, ami tud folyamatosan emelkedni. Nagyobb mértékben, mint az infláció. Én tudok ilyen lehetőséget. Te tudsz? Ez a kérdés. Jó? De nem csak én tudok. Minden tanuló, aki itt tanul, tudhat ilyet. De mégse használja ki. Nem baj, nem használod ki, majd megszívsz, mint a boci. Érted? Ennyi. Illetve szívsz majd, mint a boci. Jó? Tehát nem kell kihasználni, semmi gond nincs ezzel. De mi van azokkal, akik nem tanulok? És még nem is akarnak lenni. Azok hogy fogják emelni a jövedelmüket? Tehát mondom, a lakosság 97%-át fogja érinteni ez a gazdasági probléma. Az azt jelenti, hogy a lakosság 97%-a azt fogja tapasztalni, hogy az ő pénzének az értéke, vásárlóértéke, az csökkent. És hiába növelte meg a jövedelmét valamilyen szinten, akkor is csökkent, mert az infláció fölé nőtt a bérnövekedésnek, meg a vállalkozói bevét, hogy is hívják? Nyereség. A vállalkozói nyereséghez képest. Oké? Tehát a nyereséghez képest. No, tehát lényeg az, hogy itt vagyunk egy érdekes világban, amihez alkalmazkodni kellene. Tehát én egy olyan ember voltam világ életemben, hogy nekem sose volt olyan, hogy probléma. Nekem nem volt a problémáim sose. Tényleg, ez is egy helyzet, amit én tudom, hogy meg tudok oldani. Sőt, azt is tudom, hogy még ebben sem tudok segíteni, és másoknak is, hogy meg tudják oldani ezt a helyzetet. Érted? Másnak ez egy probléma. Én nekem egy helyzet. Nekem az életemben mindig helyzetek voltak, amit meg kellett oldani, és megoldottam. Én nem hagytam egy olyan helyzetet se hátra, amit nem oldottam meg. Érted? És tudom jól, hogy bármilyen helyzet van, én meg tudom oldani. Kérdés az, hogy te egyedül hogy oldod meg. Nem gondolod az esetleg, hogy kellene egy csapat, ahol segítséget kapsz a megoldásba? Tehát minél nagyobbak a problémák a világban, annál nagyobb összetartás kell. Ez egy szabály. Oké? Minél nagyobb a gond, annál inkább össze kell tartani. Ugyanez egy család. Van egy család, minél nagyobb a gond egy családban, annál jobban össze kell tartani a családnak. Érted? Tehát ha nem tudsz a családoddal összetartani, mert olyanok, akkor itt van egy közösség, akikkel össze lehet tartani. De nem elnyomóknak. Tehát nem olyan embereknek, akik szeretik a másikat kizsigerelni. Jó? Azoktól köszönjük szépen, nem kérünk. No? Tehát neked nincs akkor itt a helyed. De ha te olyan ember vagy, hogy élni és élni hagyni, akkor itt a helyed. Ha nem olyan vagy, akkor viszont látásra. Oké? Tehát nem kérünk belőled. Köszönjük szépen. Jó? Tehát egy csodálatos dolgot csinálunk, ha megnézzük.
mondhatjuk azt, hogy történelmet írunk. Oké? Egy újkori történelmet. Ami azt jelenti, egy újfajta társadalmi forma. Nem diktatúra, nem liberalizmus, nem kommunizmus, nem, nem tudom, demokrácia, nem. Hanem egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak együttműködni. Hát vajon fontos lenne az, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködjenek? Hát ha körülnézünk a világban, akkor biztos látunk olyan embereket, akiknek ez nem fontos. De a többségnek vajon fontos lenne? Szerintem a többségnek, az emberiség többségének fontos lenne, hogy mondjuk egy szeretetteljes, békés, boldog világban éljenek, nem? És ugye ezzel kapcsolatban vannak ilyen jóslatok régről, hogy az életben használható tudást az a Kárpát-medencéből fog kiindulni. Éppen most nem a Kárpát-medencében vagyunk, de az egy dolog. Na, de akkor is a Kárpát-medencéből kell, hogy kiinduljon. Erre én olvastam vagy 7 jóslatot, annak idején, hogy a Kárpát-medencéből jut el az emberiség számára a magasabb rendű tudás. Szó szerint a magasabb rendű tudás azt jelenti, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Miért kellene szeretetben, békében, boldogságban élni? Miért nem lehetne úgy, mint az elmúlt évezredekben? Pont az ellenkezőjeként. Miért nem? Hát mert rá kellene jönni az embereknek, hogy miért születtek le ide a bolygóra. Rá kellene jönni. Nem azért születtek az emberek ide a bolygóra, hogy a túléljenek, vagy hogy minél több pénzköltést, minél több pénzt költsenek, nem ezért születtek. Nem. Azt hiszik, hogy ezért születtek, ezt jól látjuk itt, ahol most vagyunk, hogy az emberek azt gondolják, hogy azért születtek, hogy pénzt költsenek minél többet. Nem ezért születtünk. Hanem azért születtünk, hogy visszakerülhessünk oda, ahonnan jöttünk. Az egy nem naprendszer, jó? Tehát te nem a naprendszerből jöttél, hanem a naprendszerbe jöttél, és vissza kellene térni abban a naprendszerbe, ahonnan jöttél. Oké? Hogy? Hát nem mint test, bár testként mégis testként is oda mehetnél éppenséggel, tehát nem mint test, hanem mint lélek. Tehát a lelked jött egy másik naprendszerből, ahol te egy sokkal magasabb szintű tudással rendelkező lény voltál, akinek a tudását ugye törölték, mielőtt leszülettél, azért, hogy olyan plusz tudásokra tegyél szert, itt ilyen zanzásítottan, ilyen tömörítetten, olyan tudásra tegyél szert, itt a egy élet, vagy akár több élet során, amit ott hosszú évezredeken keresztül tudtál volna megélni. És akkor itt kapsz egy csomó dolgot, ami kezelhetsz problémaként, az a te bajod, vagy kezelhetsz feladatként, csak ahhoz tudás kellene. Ami azt jelenti, hogy akkor térhetsz oda-vissza, hogyha képes vagy szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ha nem vagy erre képes, akkor maradsz. Nem itt, mert itt már nem nagyon születhetsz újra, hanem egy másik bolygóra, ahol mehetsz a kőkorszaki körülmények közé majd újra születni, semmi gond nincs ezzel, majd ahhoz is alkalmazkodsz, ehhez is alkalmazkodtál. Tehát lényeg az, hogy el kellene gondolkodni, hogy mit szeretnél. Tehát szeretnél-e itt inkarnálódni tovább? Ilyen mondhatnánk, hogy ez az igazi munkuskerék. Nem az életed egy munkuskerék. Az az igazi munkuskerék, amit úgy hívnak, hogy reinkarnáció. Érted? Na az az igazi munkuskerék. Na abból csak egyféleképpen lehet kitörni, abból a reinkarnációs munkuskerékből, hogyha képes vagy szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Különben nem tudsz belőle. Na most a tudás nélkül, a feladatok megoldása nélkül,
nem tudod megoldani. És akkor nézz körül a bolygón, nem sok időd van már hátra, mert 2035-re aranykornak kellene lenni, úgy értve, hogy nem sok idő, hogy nézelődni nem sok idő van hátra. Tehát, de körülnézhetsz nyugodtan mondjuk a neten, hol tudnak neked az életed minden területére tudást adni. És ha esetleg találnál ilyen szervezetet, amit úgy kétlek, főleg olyat, amelyik, főleg olyat, amelyiknek egy célja van, na olyat kétlek, és ha esetleg mégis találnál, akkor nézz utána annak is, hogy mennyiért adnák azt a képzést, jó? Tehát nálunk a képzések bárki számára elérhető áron vannak, érted? Valaki nem tudja megfizetni a, mondjuk azt a durván 10.000 forintos tandíjat havi szinten, akkor így járt, ennyi. Jó? Hát ha megnézzük, 10.000 forintot az emberek most úgy elköltenek egy hónapban, hogy azt se tudják, hogy hova. Érted? Azt se tudják, hova költötték. Tehát ez a 10.000 forint, ez olyan, hogy azokat a 200 forintosokat, amit bekerül a pénztárcádba, ha azokat félre raknád havi szinten, na abból kijönne a 10.000 forint. Érted? Csak annyit, hogy azt mondanád, jó, ezt nem adom ki, hanem csak így félre rakom. Na abból bőven kijönne a havi tandíj, érted? De hát te úgy éled az életedet, ha akarod, nem fontos közösségben lenned, nem fontos tanulni, éld úgy az életedet, ahogy eddig, és meg fogod látni egy éven belül, hova jutsz, jó? Vagy főleg két éven belül, hova fogsz jutni. Semmi gond. Tehát mi segíteni akarunk az embereknek abban, hogy bejussanak az aranykorba, de ugye van egy mondás, nem erőszak a disznótor. Hát valaki elfogadja a segítségnyújtást, mondhatjuk azt, hogy lélekmentést, elfogadja, akkor megmentjük a lelket. Ha nem fogadja el, mehet inkarnálódni az univerzum szélén lévő újdonsült bolygóra, ami hasonlít a Földhöz, csak éppen neked kell majd a kétkezi munkáddal mondjuk a sziklából kivágni az orrudat. Érted? Hát ennyi. Jó? Úgyhogy mi egy lehetőséget kínálunk az emberek számára, ezekre a területekre, hogy kézzelfogható legyen számodra. Az embernek van 10 életterülete, ezekre a területekre, hogy ezeken önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzeddel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel tudjál bánni, méghozzá jól bánni. És ennek a tudását odaadjuk neked, 25 nagy témánk van, nem fogom már felsorolni, utána tudsz nézni a weboldalunkon, a pph.hu-n, meg tudod nézni azt a 25 nagy témát, ami hát nem tudom hány olyan iskolát tudtok, felnőttképző iskolát, amelyik mondjuk 6, 7, 8, 9 éves képzést nyújt. Oké? Okay? Tehát azt a teljes tudást, amit át kell adnom, azt 9 év alatt fogom átadni. A teljes tudást. 9 év alatt. Oké, okay, most tartunk úgy durván olyan 6-nál. Úgy durván. Jó, tehát az azt jelenti, ráadásul hány olyan oktatót, tudását adott ismertek, mondjuk, amely egymaga 9 évnyi tudást át tud adni. Egymaga. Egyet sem nincs. Nincs senki. A Dalai Láma sem. Senki. Senki. A pápa sem. Senki. Érted? Senki sem. Egyetlen vallási vezető nem képes erre. Oké? Okay? Egy se. Jó? Na, hát köszönöm szépen a figyelmeteket. Várunk benneteket szeretettel, hogyha akarsz szeretetben, békében és boldogságban élni, egy olyan közösség révén, ahol az ember jól érzi magát együtt a jó emberekkel.
Érted? A jó emberekkel. A rossz emberek meg éljenek úgy, ahogy akarnak. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a lebilincselő első részt. Részemről azt tudom mondani, hogy mindig lebilincsel, amikor egy kicsit az anyagi világba merülünk bele. Mert régebben azt hittem, hogy spirituálisan mindent meg tudok oldani. Aztán spirituálisan összeborítottam mindent. És hát még sose hallottam erről ilyen módon például, hogy a nyugdíjrendszer hogy függ össze avval, hogy most hova tartunk éppen. Ugye? És milyen összefüggések vannak ebben. És nagyon szeretek belelátni. Tegnap beszélgettünk róla, hogy a nagyhatalmak sakkjátszmát játszanak az országokkal és a területekkel, és mondtam, hogy én utálok paraszt lenni benne. Valahogy nem tetszik. És ha már tudsz róla, és ilyen módon kapsz róla a felvilágosítást, már nem vagy paraszt, hanem egy kicsit gondolkozol, és megteszed a szükséges lépéseket, már lehet, hogy nem lesz akkor a félelem benned ebbe az irányba. És ez egy bemutató eladás volt, ami díjmentes, mi lehet a tanítási részében, gondoljál csak bele. És még mik lehetnek ott, ugye, ha nincs párod, itt találhatsz, ha szeretnél csapatot, szervezhetsz magadnak, ha pénzt szeretnél keresni, arra is van lehetőség, és közben még a tudásod is gyarapodhat. Egyszerűen a lehetőségek tárháza a PPH-ban, Szedlacsik Miklóssal valóban végtelen. Úgyhogy ajánlom mindenkinek szeretettel, hogy próbálja ki magát itt, és próbálja itt az életét rendbe rakni. A tandíjról volt szó, de konkrétan nem. Ugye 3 havi tandíj, nincs 40 ezer forint, pár száz forinttal kevesebb, ugye? Igen, pár százzal. Első hónap 19.700, második hónaptól 9.008. Azt szoktuk ajánlani, hogy legalább 3 hónapot próbálják ki, mert egy hónap alatt ezt a rendszert átlátni lehetetlen. Én, ahogy emlékszem, egy fél év után kezdtem úgy kiismerni magam, hogy micsoda lehetőséget kaptam az élettől, hogy ide kerültünk. Igaz, Ibolya? Én is köszönöm Miklósnak ezt a fantasztikus előadást, és azt is, hogy mai nap házigazdák lehettünk. Hisz én amikor ide kerültem, és legelőször felkért minket is a Miklós, hogy legyünk házigazdák, nekem ez annyira fantasztikus volt, mert nekem még egy mesterem se volt, aki úgy megbízik bennünk, mint ahogy ő. Hogy itt kiállhatunk, és elmondhatjuk azt, hogy mennyi mindent kapunk mi valóban itt. Én nekem egy helyen nem volt olyan gazdagságom, mint szellemileg, mint lelkileg, mint amit itt kapok. És azt is látjuk, hogy a világ, amerre halad, hiába próbálunk mi a testünket, hogy egészségesek legyünk, ha nem tudjuk a lelkünk működését. Tehát én sehol nem kaptam meg azt a tudást, hogy valóban a lelkünk azt hogy kezeljük. A másik pedig az, hogy mindig, ahol voltunk így képzéseken, akkor nekem az is szimpatikus volt, tehát arról szeretnék beszélni, hogy az is szimpatikus volt, hogy ezt az egész iskolát Szedlacsik Miklós hozta létre. Tehát őnek nincs háttértámogatója. Vagyis van neki egy, a családja, a Szedlacsik Marian és a gyermekei és az égiek. Így van? Igen. És nekem ez nagyon szimpatikus volt, hogy olyan hiteles ember, aki valóban azért adja át nekünk ezt a tudást, ami ide ki volt vetítve, hogy békességben, szeretetben, boldogságban éljünk, és ő azt a tudást átadja nekünk, ő azért van itt, hogy ezt valóban megéljük, és bekerüljünk az aranykorba. Az a rendszeresség, ami itt van, én sehol nem tapasztaltam. És ettől tudunk valóban boldogságban élni, hogy egyik az, hogy van egy olyan közösség, aminek egy a célja. Tehát olyan összetartás van, amit azt se tapasztaltam meg sehol máshol. És az, hogy itt saját magad tempójába tudsz fejlődni, itt ide jössz tanulni, itt kapsz egy segítőt, úgymond egy vezetőt, mentort, kinek melyik szimpatikusabb, és ott van és számíthatsz rá, és segít neked. És együtt vagyunk, és együtt tudjuk megoldani a problémáinkat. Tényleg valóban van ezzel 25 témakör,
És itt mindenki van besízve, ami az életünkhöz kell. Mindenre kapunk választ, megoldást. Meg azt nem csak az megoldást, tehát olyan dolgokat, ami be tudunk építeni az életünkbe. És ezáltal tudunk jobbá válni, jobban működni az életben. Nekem fantasztikus az is, mint hogy beszélt a Miklós róla. Én soha nem gondoltam, vágyni vágytam rá, de nem gondoltam, hogy én valóban tudok lenni egy olyan felesége, egy olyan anya, aki nem kap elnyomást, mint amikor alkalmazottként dolgoztam és hazamentem, és persze, hogy azt a feszültséget, amit ott kaptam, azt kire nyomja rá az ember a családjára. És azáltal, hogy nekünk már a PPH foglalkozásunk, ezáltal teljesen másképp tudok működni. Megvan az a nyugalom, megvan az a békesség egyre jobban bennem, és a tanulás és módszerek által igyekszem persze beépíteni, mert azért tennünk kell, hogy ezek a dolgok működjenek, de hál' Istennek nekünk van egy mesterünk, aki ezt átadja nekünk, és élünk vele, hisz azért tanulunk itt. És nagyon jó tényleg így élni, úgyhogy én azt mondom azoknak az embereknek, akik már régóta hallgatnak minket, és szeretnének egy olyan közösségbe kerülni, egy olyan mestert, aki valóban hiteles, és átadja nekünk azokat azt a tudást, módszereket, amivel egy boldog életet tudunk élni. Gyertek, próbáljátok meg valóban a képzésre. Tényleg azt lehet mondani, hogy nevetséges a mai világban, mert mi is olyan pénzeket kiadtunk, és nem volt az a rendszeresség tényleg, amit, mert egy-két hónap alatt nem tudod az életet helyrehozni. Nem tudod. Tehát egyszerűen képtelenség. És itt minden megvan egyben. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy gyertek, nézzétek meg, tapasztaljátok meg, milyen az a közösség, milyen Szedlacsik Miklós, el lehet menni, Budapesten van az iroda helyszínre is élőben, meghallgatni a képzéseket, megnézni, aki el tud menni, van rá lehetőség a személyes találkozásokra is, tehát nem csak online, hanem élőben személyesen Budapesten az irodában, úgyhogy minden lehetőség megvan hozzá. Szünet után önbizalom teremtő coach kérdésünk lesz, melyen ha van lehetőséged, várunk szeretettel. Ha viszont úgy érzed, hogy nem érdekel az ajánlatunk, én azt tanácsolom, hogy akkor is nézzél még képzéseket, hát ha kedvet kapsz rá, tehát ne dönts egyből, és ne az első látásra hidd azt, hogy neked ez nem való. Igenis, mérlegelni kell, gondolkodni rajta, és majd aztán döntsél. Most elköszönünk mindenkitől, 30 perc szünet lesz, ugye 35 van mondjuk rá, akkor 18 óra 5 perckor fogunk kezdeni. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy meghallgatott minket, Szedlacsik Miklósnak az előadást. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!